Szervusztok! Anzsalika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Mai videómban a történelemről fogok egy rövid kis összefoglalót tartani nektek. Emberiség történelme az őskorban kezdődött, amikor még majom volt. A magyarok és a többi ember is a majmokból fejlődött ki. A majmoknak az első emberi változata az az Australopithecus volt. A Triceratops-aurus és a Trianonaurussal éltek egy időben, de sajnos akkor még a tauruszok sokkal erősebbek voltak a Pithecusoknál, és felfalták az Australopithecus majmot. A Neandervölgyi az már egy nagyon kis ravasz, okos népség volt, de valójában sokkal nagyobb volt az erejük, mint az eszük, és így legyőzte őket az erejük. Úgyhogy ők ebbe pusztultak bele, az izomagyuságba, úgy is mondhatjuk. Elérkeztünk a mai verzióhoz, ez pedig nem más, mint a Homo sapiens, de ez a Homo sapiens még azért nem teljesen úgy nézett ki, mint mi. Most ez a mandarinnal megpróbálom nektek megmutatni, mert úgy nagyjából már így volt a hajuk, meg minden. Nyilván nagyon arcuk volt. Még nem tudtak úgy beszélni, úgyhogy azért is alakult át az emberek arc kifejezése. Az ókorban ugye Egyiptomban laktak az emberiségek, ott éltek a fáraók. A fáraók akkoriban a szerelmeiknek nem különböző luxusvillákat vásároltak a Nílus partján, hanem hatalmas piramisokat építettek nekik, hogyha majd meghalnak, akkor tudjanak ott lakni. Nagy birodalom még az ókorban az a görög birodalom volt. Náluk ugye a városok rendőrségekből, poliszokból álltak, a főkapitányság volt Athén. Dionysosnak még egy hatalmas rendezvény ünnepséget is készítettek minden évben. Ebben az időszakban aztán ott mindenki evett, ivott, jól berúgtak, meg mindenki mindenkivel csinált mindent, és ebből alakult ki aztán később a dráma, és egy nagy teátrumokba előadták, amiket a Szopóklész, Euripidész, Aiszkülosz írt. Dráma azóta is van ebből, hogy ki kivel mit, hogyan csinált. Akiről még fontos tudnotok, az nem más, mint Nagy Sándor. Ha így rákerestek, hogy Alexander Big, akkor lehet, hogy mást fog kiadni, mert nekem mást adott ki az internet ilyen nagy felnőtt tartalmakat. Róla nem is tudtam meg igazából más, nagyon csak annyit, hogy volt valami csomó, amit elvágott, és ezért ő lett az ura egész Ázsiának. A rómaiakat két farkas szoptatta, a Rombus és a Rimbus. Róma virágkora júniusban volt, ugye ez nem csoda, hiszen akkor virágzik a legtöbb virág is. Június Cézárban teljesedett ki a római birodalom, akkor, amikor ők átlépték a Rubikont. A Rubik az még akkor nem kocka volt, hanem egy hosszú folyó, de aztán, amint átlépték a Rubikont, elvetették a kockát is. A középkorban valahogy úgy megbutultak az emberek, koszosak lettek, nem nagyon fürödtek, ugyan, mint mit tudom én, hogy az ember is így nevel egy gyereket, és akkor, amikor kamasz lesz, valahogy úgy meghűl. És ez volt az emberiség kamaszkora. Sötét középkornak nevezzük ezt az időszakot. Ilyen volt. Na, ugyanez volt, csak nagyon sokáig. Ez a korszak egészen addig tartott, amíg Edison fel nem találta az izzólámpát. Innentől számítjuk körülbelül a felvilágosodás korát. Ami nagyon fontos még a történelemben, azok az évszámok. Ezért is fontos, hogy megtanuljátok az évszámokat, mert muszáj. Mert ugye mindent meg lehet találni az interneten, de mi van, hogyha nem tudod megtalálni, mert nem engedi a tanár. Erre fogok nektek most egy tuti tippet mutatni. Egyszerűen a számokat közelebb kell tenni magadhoz, nem ilyen absztrahációnak venni, hanem el kell nevezni őket különböző ruhaneműknek. A nulla mondjuk a zokni, egyes egy melltartó, kettes a bugyi, hármas mondjuk lehetne szoknya, négyes blézer, ötös kabát, akkor mondjuk a hatos az legyen egy csizma, a hetes sapka, nyolcas nadrág, és mondjuk a kilences az pedig legyen egy papucs. A magyar történelemből például ugye a Vatta lázadása 1046-ban történt, és akkor elképzeled, hogy melltartó, zokni, blézer, csizma.
hogy ott van a kis vatta, és akkor megy a lázadni a bugyiba. 1083-ba, akkor az megint melltartó, zokni, nadrág szoknya, vagy egy szoknya nadrág. És akkor Istvánt elképzeled, ahogy így megy szentélyavatásra a bugyiba, meg a zokniba. 1098-ban alakult meg a cisztercica rend, és akkor őket is így elképzeled, hogy mondjuk ez volt az egyenruhájuk, a melltartó, zokni, papucs, meg egy nadrágba mennek a kis cisztercicák. Írjatok ti is a kommentekbe még ilyen évszámokat, amiket ruhával helyettesítetek, és ha esetleg ilyen nyakkendővel szeretnétek, akkor a videó alatti leírásban meglátjátok, hogy hol láthat, találhattok ilyet. Sziasztok! Ja, és ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornámra, vagy legyetek tagok!